Tisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Nagy Szent Gergely a Szentírásról mondta, hogy olyan, mint a hatalmas óceán, amelyben a kis bárány is talajt ér, és az elefánt is úszni kényszerül. És ez nagyon illik, ez a szép hasonlat a mai nap ünnepére, annak megjelenítésére, a napkeleti bölcsek történetére, vagy ahogy mi szoktuk mondani, hogy a három királyokéra, mert olyan történet, ami egy kisgyereknek is már fölfogható, és elnézegeti magát a Betlehem megjelenítését, de a mélyebb tartalmát azt a tudós emberek is szükséges, hogy önmagukban intellektuálisan földolgozzák. Ennek a történetnek nagyon színes a hatás története, hiszen nagyon megmozgatta az embereknek a fantáziáját. Nagy múzeumok képei között sok ilyen képet láthatunk, főleg a középkorból, ahogy beleélték magukat a festők a napkeleti bölcseknek az életébe, de ugyannyira, hogy a saját koruknak a képeivel, váraival, öltözködésével is jelenítették meg őket. Az irodalom is foglalkozott ezzel a témával, verseket írtak Babits Mihály, Sík Sándor, József Attila, és ki tudja mennyien a világirodalomból, akik a napkeleti bölcsekről verset írtak. A néphagyománynak nagyon gazdag tárházát nyújtja, Bálint Sándor dolgozta fel ezt, és ugyanakkor a mai ember számára is sokat mondó jelentése van, ahogy a napkeleti bölcsek keresik életük értelmét, az Urat, és megtalálják. Mert miről is van szó? Jézus megszületése az egész világ számára örvendetes esemény. Így volt ez akkor is, még ha sokan nem vettek róla tudomást, de az egyszerű pásztorok után megjelentek napkelet bölcsei, vagy ahogy népiesen mondjuk a három királyok. Ezen most sokat gondolkodik a Biblia tudomány, hogy hogyan kell ezt értelmeznünk. Egy bizonyos, hogy a keleti népek, főként a babiloniak, a zsidók babiloni fogsága óta tudtak a zsidók messiás várásáról, és arról is tudtak, hogy valami fényes csillagjelenség fogja kísérni. És hát a csillagászok ki is mutatták, mert őket is megérintette planetáriumok hozzák, hogy a Krisztus előtti időben, úgy hét körül, már Kepler is igazolta Jupiter és Szaturnusz együttállását, a babiloni tájakon, ott Irán, vagy még távolabbi részeken pedig ilyen nagy zikkurátok voltak, magas építmények, ahonnét kémlelték az eget, mert a csillagászat, amely abban az időben még vegyült a csillagjóslással, mindig foglalkoztatta az embereket, főként a tudósokat. Ezek elindulnak, hogy megkeressék a csillagnak
az útján a Mesiást, így írja a Szentírás. Az értelem útján keresik, s a vége az, hogy egy vallásos hódolattal vesznek ott részt a találkozón, s más úton térnek vissza, ami lelki értelemben azt is jelenti, nem csak Heródest akarták félrevezetni, vagy nem tájékoztatni, hanem a más út, hogy egy megtért élettel mentek vissza. Értelmük és hitük találkozott. Hitüket a kinyilatkoztatás teljesítette. Elmentek Heródes udvarába, ahol az ószövetségi jövendőlések már rámutattak arra, hol kell megszületnie a Mesiásnak. Különösen a fölvilágosodás után szerették szétválasztani a hitet, a vallást és az értelmet. Ez kicsúcsosodott a mögöttünk hagyott korban. Emlékszünk arra, hogy a vallás és a tudomány összeférhetetlen, nem is lehetnek igazában vallásos emberek a tudósok, és fordítva is próbálták igazolni, hogy az mind materialista és ateista a tudósok társasága. Persze ez akkor sem volt igaz, és később kiderült, hogy a legnagyobb tudósok között sokan vannak istenhívő emberek. Ezért tartotta fontosnak II. János Pál pápa a Fides et Ratio, Hit és Értelem című enciklikáját kiadni. Mondják azt, hogy ezt az enciklikát is már Ratzinger bíboros is sugallotta, a későbbi 16. Benedek pápa, akinek sokszorosan visszatért gondolata volt az, hogy a világ meg kell, hogy találja a tudománynak és a vallásnak a harmóniáját. Erről nagyon sok esetben tanított, és azt mondta, hogyha a vallásban nincs ott az értelem, akkor az vak hitté, babonassággá válik, vagy amint látjuk a fundamentalista iszlámban, hogy képesek vallási motivumok alapján gyilkolni, ez pedig Isten káromlással egyenlő. Isten nevében nem lehet gyilkolni. És ugyanakkor az értelem fölfedezi az Isten létét. A rómaiakhoz írt levélben is benne van, hogy Isten értelmünkkel is fölismerhető. A tudósok erre törekedtek, már a napkeleti bölcsek is. És mi a mai kor tudományának a veszélye? Teszi föl a kérdést 16. Benedek pápa. Az a félelem, hogy megtesznek mindent, amit képesek megtenni. Vagyis, hogyha embertelen dolgokat is végre tudnak hajtani tudományos kísérletekkel, akkor mindenféle erkölcsi gátlás nélkül megteszik, hiszen nincs bennük egy olyan fékező erő, ami a hitből és a vallásosságból adódik. Ezért a kettőnek együtt kell lennie. A tudománynak a moralitással kell kapcsolatot teremteni, a vallásnak pedig az értelemmel. Ezt ő is ugyanúgy, mint 16. Benedek, vagy mint 2. János Pál pápa, sokszorosan elmondotta. És hát így vagyunk mi is. Nem elég a vallási igazságokat sem, csupán lexikális módon ismerni. Ezt egy vallás
tudomány is meg tudja tenni, hogy bizonyos dolgokat lexikonszerűen megtaníthatunk a gyerekekkel. Ezt adhatja a vallástudomány is, de annak embert, ember szívet átjáró valósággá kell válnia. Ehhez kell a kegyelem és a kinyilatkoztatás. Mint ahogy a napkeleti bölcsek leborultak Jézus előtt, eljutottak a hitnek olyan fokára, ami együtt jár az Isten előtti hódolattal, hiszen át kell, hogy járja az életünket, a mi hitünk. Heródes papjai meg tudták mutatni, hogy hova menjenek az utat, de ők maguk nem mentek. Ez majdnem olyan, mint amikor ma mondjuk a kisgyereket a szülő elhozza a hittarra, elhozza esetleg a szentmisére, mert az első áldozás előtt elvárjuk, hogy vegyenek részt a szentmisén, de ő maga nem vesz rajta részt, mert ez őt belülről nem fogta meg és nem érintette. A napkeleti bölcsek története azt mutatja, hogy áldozatokat tudtak vállalni, és értelmük hódolatát is letették. Arany, tömjén, mirha, jelképes ajándékok, amit különösen a keleti ember értett meg, aranyat a királynak, tömjént az Istennek, hiszen ezért is tömjénezünk a szentmisén hódolatunk, imádásunk jeleként, a mirha pedig a szenvedő Krisztusnak, aki élete áldozatát a keresztén végbe vitte. Nekünk nem aranyat és tömjént és mirhát kell adni, hanem valamiképpen életünknek az odaadása az a lényeges, ami nem föltétlen egyetlen egy aktusban történik, mint a vértanúknál, hanem a mindennapok hűségével, szeretetével és jótetteivel. Erre tanítanak bennünket a napkeleti bölcsek, és ezt vegyük fontolóra Epifánia ünnepén. Értelmünk hódolatával, szívünknek az imádásával köszöntsük az Urat, s legyünk tanúi az emberek előtt annak a Krisztusnak, aki megjelent ebben a világban, és megjelenését maradandóvá akarja tenni a Szentírás szava által, a szentségek által, és a történelemben egymást követő keresztény nemzedékek sora által. Most ebben a láncolatban, 2024-ben és a mi időnkben rajtunk van a sor, Krisztus, tanúi legyünk az emberek előtt. Amen.